Brasil. Câmera. Nem úgy, nagyon fasz, hogy itt fel se pihen. Cigány kutya, nagyfai nap el a rajta. Jaj, de jó, de jó! Megösszedőlt a viskóta, láttak? Valahol megvan nekem is találkozat. Rópi, ráadásul Rópi téma ráírva. Ahol volt, az van ez a pénzkép, ugye? Kukuk! Hoppasz a kutya! Megyünk DXL-ni! Mi baj lehet? Plöki! Húzentrógli! Húzentróger! SMA! BNC! Kinyerjük a terjedésből a DX-et! Vízből veszünk ki a zoxigét! Kossuthka, erre van Kossuthka, sok sielő erre járkál ki. Nézd, már így jártják a nem tudom mit. Kolibát. Kolibát. Túrót? Mi a túrót csinál neki? Kolika szájcég, teljes cég. Ez a DX, a pöcsém! Terjedés legyen meg jó kaja! Károd nem illatos a felvétel! Porton adja meg kezdetre! Károd nem illatos meg a borocska! Felvétel. Itt a borocska! Rici, iszunk-e ma valami hangoló vizet? Nyugodtan! Esmér, hát nem is öntesz nekem, vagy mi az Isten? Hová lépcsek az arcodban? A képernyőjébe! Karancs, karancs. Jó, de jó! Nagyon sül a kaja. Rádiódat én is lefilmeztem. Mikor lett a be? Fél éve van ma? Nem nincs mi? Úgy valahogy. Fél éve. Aha.
Tehát ezeket a detailok. Nem tudom, meg a csin! A szagot is fel lesz, ez olyan? Tedd oda az orrodat. Vissza lehet. Na, leveszem a kapucnit, így jó. Szagot is vissza lehet játszani majd. Ja. Illatot. DX nap. Kajával. Turkája van, no? Vég alatt, rendesen? Na, csak annyit adott. Csak annyit. Van a pisztoly. Bepirítsam. Megom. Várjál, feltöltöm a gáz. Páhat zöldség hrzsál. Finom hrzsás kaja. Kinyelhjuk a terjedésből a DX-et. Margi. Egyszerűen R.U. nekem úgy van beprogramozva, 70 centis 14-es altjacó. 14-es. Nem tudom, hogy hol van, Pesttől lehet. Frici, nagy a hajad. Mert baszok rá úgy mire, ahogy akar. Pohonyika. Telefüggetnést szoktunk beszélgetni messzebbi állomásokkal, de hát örülök, hogy jöttél kívásunkra. Az én hossz sem kis távolság innen tőlük is ide. Igen, igen, hát meg egy kősugázók azt vettem, hogy kint az ablakban van még egy tömbetetőn, de már azért... Hát azért már nem tudom, hát mi is halljuk egymást jól. Persze, hát jó évet véget, de vannak itt távol, ahol nem mindig a távol. Igen, igen, annyi, hogyha internet közelben vagy, akkor a freebander.hu oldalra föl tudsz menni, és ott a fórumon és a rádióval kapcsolatos dolgoknál a DX-et oda fölírtam, hogy ide kijövünk, és ott a pontos koordinátákat is fölraktam, úgyhogy a interneten még rá is tudsz keresni a helységre, és esetleg, ha van egy távolságmérő programod, akkor azon meg tudod nézni a kettőnk közötti távolságot, Vétel? Majd lesz egy szerencsés. Értem, mit mondasz, aha. De most ők nincsenek itt a... ...izén. Tehát nincsenek vonalba. De majd... Sipce után hagyjon üzenetet. Rendben, uram, úgy megjött minden, de viszont vannak itt ellenállomások, amik néha úgy kinyomnak. Nagyobb zajja lehet, hogy ők közelebb vannak. Akkor én meg is köszönném neked az összeköttetést. És akkor még egyszer megkérdezném a nevedet és hogy honnan vagy, és akkor mondd el még egyszer nekem, Vétel? Annyi, hogy hozzól a télapó, tehát ilyen betonév már régóta már vagy 5-6 éve. Ezen szoktam látni. Rendben, uram, nagyon szépen köszönöm neked az összeköttetést és az információt. És kívánnék neked további kellemes szép napot és további jó rádiózást. 73 DX-el elköszönt tőled a Gergely tányogóról, 910 méter magasról, Szlovákia. Szia, szia! Oké, viszont, sziasztok! Van tyúk, víz, for! A leves a hűtőbe! Van tyúk, víz, for! 5-6-7-8-0-0! 140-en bújtatok, már próbálkoztatok a 146-140-en? Persze, persze, a Dorongos Zolival is beszéltük, Dodival is, Virágos Karcsi kézből volt. Akkor Topkovossal is, Topkovossal, a papagájot úgy megszivattuk, majd megmutatjuk neked a videót. Valakit a papin állandóan felszólt. Beszélgettem volna valakivel, valahonnan voltak ők is kitelepülve. Mondtam, hogy följött megpróbálni a papit. Az állandóan rám nyomott a Topkovos, nem bírtunk vele összeköttetést létrehozni, hogy hova menjünk. Utána megszivattuk emivel a Topkovos Lacit. Az komoly. Majd a videót megmutatom, majd föltöltöm. Megérdemeltem, mert nem igaz, hogy nem fogja föl, hogy az ember szeretne beszélgetni, azt állandóan. Elküldtétek a meleg a békhajlatra?
Hát ja, csak egy kicsit eltorzított hangokon. 143-900-on voltatok már? Nem, nem, ott még nem. Ott van egy csapat, csak kérdés, hogy még fönn vannak jel... Nem, mert ilyenkor már lehet, hogy tévéznek. Mindjárt megkiabálom őket. Jó, jó. Dobálj rájuk kiabálni. Emit lehet, hogy jobban meghallják. Barátommal és a Elmivel, hogy vételed el minket? Szeretettel, öt kockával a moduláció tiszta. Nagyon szépen köszönöm neked. Nálam két kockával vagy itt, egy nagyon-nagyon enyhe, pici kis sussal. Mondjuk igaz, hogy én csak egy kis Diamond 1 méteres körsugárzóval vagyok. Most jelenleg 50 watttal megyek irányodban, és egy Jézu FT7800-val. Vétel? Jézu 7800-assal vagyok. És egy két sávos antennával, a Sodival. Igen. Igen, igen, az nagyon jó antenna, olyan van nekem is otthon felszerelve, nagyon szépen muzsikál. Vétel? Le szépen elbúcsúzom tőled, további jó rádiózás, okay. Jó DX-eket kívánok neked. Köszönöm szépen, uram, köszönöm, hogy jöttél a hívásomra, és akkor én is kívánnék neked egy további kellemes jó éjszakát, jó időtöltést, jó pihenést. És akkor elköszönt tőled a Gergely tányogóról, alacsony tátra mellől 910 méter magasról. Szia, szia! Szia, köszönöm! Cső, cső, nyalogassalak körbe! De hülyék vagyunk. Ez izén, ott is vannak, én arra nem is szoktam kóborolni. Volt ez egyébként? Ez szal... Mi? Kőbányai Józsi vagy valami. Megvolt a Kőbányai Józsról! Megfogtuk a Kőbányai Józskát a 143-90-ről! Ott a Gergő, e? A bódéba. A bármi nálunk, babá, a bármi nálunk, babá, az jött a szokásba. Hogy kényszerű megyünk, de kényszerű megyünk az alacsony tátrába. Hey! Az benyomom a gombot, a mikrofon oldalán, és meghívom a Petyát, ki lecsódeszik éppen, és jó étvágyat kívánok. Hey! Ha 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 ha